A vályog ügye azonban nagyon aktuális, mert a kiskacsák minden pillanatban kikeléssel fenyegetnek. Még egyszer köszönöm szívességedet, üdvözöl Mihály! Babits Mihály és esztergomi barátai címmel irodalmi összeállítást láthatott a közönség Visegrádon a Városháza dísztermében. Az est háziasszonya, a városban élő Gétót Franciska, irodalmi muzeológus, tanár, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum munkatársa volt, akinek fő kutatási területe Babits és Esztergom. Elmondta, munkája során ismerkedett meg Bodri Ferenccel. Az irodalomtörténész kéziratos hagyatéka alapján a Babits és az Einzinger család levelezését és a hozzájuk kapcsolódó verseket, prózákat, történeteket ismerhette meg a visegrádi közönség az esztergomi diákszínkör közreműködésével. Az előadás azt a baráti kört mutatta be, amely a Babits családot körbevette Esztergomban. A Diadalmiásnak a címe, talán ez is lenne, egy jelhető Esztergom barátságunk, és olyan büszke lennék, ha ez az én kifejezésem lenne, de nem, hanem Bodri Ferenc tanárunk írta Babits Mihály és Einzinger Ferenc kapcsolatára, hiszen egy olyan barátságot példázottak be, ez a tört, az ő kettejük barátság történet, azt szabad ezt mondani, amelynek bőven nem csak tárgyalandéke, hanem egy nagyon komoly és nagyon szép levelezés is. Babits Mihály a 20. századi magyar irodalom meghatározó egyénisége, 1924-től töltötte nyarait Esztergomban. Egy kis házikót vásároltak feleségével, amelyet évről évre bővítgettek. Einzinger Ferenc a takarékpénztár főtisztviselője, festőművész, valamint közíró is volt. Barátként segítette Babits Mihály és Ilonka, művész nevén Török Szofi esztergomi életét. Einzinger Ferenc a helyi kulturális élet meghatározó szereplőjeként nagy társaságot szervezett a költő és felesége köré. Erről a Babits ház egyik fala is mesél, melyen a kor tekintélyes íróinak, költőinek és művészeinek az aláírásai láthatók. Számos apró, mindennapi esemény is összekötötte a két családot. Levélváltásaik a hétköznapi élet történéseiről szóltak. Kerti munkákról, esztergomi hírekről, pénzügyekről, valamint a gyerekekről és Ádáz nevű kutyájukról. Ó, várom, hogy te mihez lábomnál, bizalommal tudnék én is annál megpihenni, aki velem játszik. Hol apámnak, hol kínzónak látszik, így igazda. Bosszú megbocsátás. S úgy nem értem, mint te engem, Ádáz. Kedves Ilonka, sietve közlöm, hogy Ádáz holnap szombaton, ismét délután 1 órakor vonattal megy. Érkezik nyugatira 3:43. Okvet nem kérem várni, mert a kísérő Folló Kornélnak sürgős útja van. Kész csókkal, Feri. Kedves Juliskám és Feri! Nagyon hálásan és szeretettel köszönöm nektek, hogy Ádáz körülményes és bajos Pestre szállításán keresztül vittitek. Nagyon sajnáltam és szégyellem, hogy barátságotokat ilyen dolgokkal kellett megterhelnem. A megható, baráti, intim hangvételű levelekből új oldaláról ismerhette meg a költőt a közönség. Az előadást kiegészítette egy alkalmi tárlat is, melyen Bodri Ferenc eredeti kézírásos hagyatékának jeles darabjait tekinthették meg a látogatók. Az irodalomtörténész a 80-as években művészeket kérdezett meg, mit gondolnak Babitsról. A kézzel írt válaszok, vallomások szerepeltek a kiállításon. Megérintett mindannyiunkat, ott így Gézának a szövege, és akkor ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket. Micsoda egy költő? Ki Babits? És mire jó? Megmondom. Közhasználatra a földön túli vigasztalás, hogy van ilyesmi, mint Babits Mihály. Mi, olvasók,